gondolat és megtisztít, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint. Bár csak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelszót, mi csak szívünk. Építette, hanem sok-sok apró homokszemcséből és a homokszemcséket köttel kötötte össze. És az emberek, akik arra járván látták, nevettek rajta is, azt mondták, bolond. De az oszlop csak épül. Egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenét. És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és azt sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem szépen mindegyik kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, amikor ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták, varázsló. És egy napon berohantak az ő udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem sírt, és nem szitkozódott.
hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. De az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem ezer meg ezer apró, csillámú homokszemcséből, és a homokszemcséket köttel kötötte össze. Újjunk megyéből, érseken ki, mikor téged dobogatunk. Te álmos szegény Magyarország, vajon vagy-e, és mint vagyunk? Vajon lehet-e jobbra várni, szemünk és lelkünk fáj bele? Vajon fölébred valahára a szolga népek bábele? Ezer simbat vágyból miért nem lesz végül egy erős akarat? Hiszen magyar olá szláv bálat mindenre egy bálat marad. Már ezer év óta rokon, népben pálkozunk sütöltve az eszme barrikádokon. Dunának volt nap egy a hangja, morajos hal, halotti hang. Árpád hazájában, jaj annak, aki nem úr és nem bitang. Mikor fogunk már összefogni, mikor mondunk már egy nagyot? Mi elnyomottak, összetörtek, magyarok és nem magyarok. Cirkusztal álmodtam az éjszaka. Emberek, az álom szörnyű volt. Még le sem ment a nap egészen, s már följött véresen a hold. Indulót küldött frakkosan a halál. Körben a világ valamennyi népe megtöltötte a páholy sorokat, és minden szem az arénán nézte. Ott gyilkolták egymást a magyarok. Torz jelmezekben, részegen, szemükben láz, kezükben kis, és csorgott a vélekések. Mindenki küzdött ott mindenki ellen, és ezer bohóc röhögött. A világ jelszavakat ordított és fogadásokat kötött. Én arra a vörösre fogadok! Enyém az öldinges legény! Szoríts, te Árpád címeres! A gatyás pahaszt az enyém. És a magyarok csak ölték egymást. Tombolt a halálzenekar. És Európa cirkusz porondján fogyott, a magyar. Aztán a végére egy maradt csak. Ezer sebéből folyt a vére. Pálmult, fáradtan, eszelősen a véráztatta csatatérre. A nézők elszámolták a fogadásokat. Aki vesztes volt, fizetett. Néhányan ásítottak is már. Aztán mindenki hazament. Pár kamzsi suhanc még összeszedte az elesettek rongyait, aztán már csak a hold bámulta, borzadt szemével, vörösen az új magyar tájt.
büszke nép. Viselted a világ szégyenét, emelkedj magasba, kis haza, te az elnyomatás iszonyat. Fehér egyháza mellett valahol egy kukoricásban meghalt Petőfi Sándor. Vajon azon az utolsó éjszakán, amikor azt csuttogták a tücskök, hogy meg fogsz halni, mennyi érve volt Petőfi Sándornak, hogy ne induljon el? Ezer és ezer érve volt. Ezer és ezer érvünk van mindig, hogy ne azt cselekedjük, amit kell. Amit ránk vért a sors. Ami elől úgysem tudunk elbújdosni. Ezer és ezer érvünk van mindig szürkének lenni, megalkuvónak lenni, beletörődni. Mindig van érvünk arra, hogy miért nem lehet. Hogy együtt ültsünk a farkasokkal, és elhiggyük, a hazugság az igaz, és másképpen, ahogy van, úgysem lehet. Hogy kerékbe törjük a lelkünket, a vágyainkat, és azt suttogjuk. Úgy sincs semmi értelme. De mi lett volna velünk, ha mindig mindenki meggyőzte volna magát? Ha mindig mindenki felsorolta volna az ezer és ezer érve? Ha mindig mindenki felsorolta volna az ezer és ezer érvet, akkor 1848. március 15-én egy Petőfi Sándor nevű fiatalember nem ment volna föl a múzeum lépcsején. Akkor a nagy méltóságú helytartó tanács nem méltóztatott volna reszketni. Akkor Landerer nem nyomtatja ki a 12 pontot. És akkor talán mi sem lennénk. Illetve fizikai valónkban talán lennénk. Ennénk, innánk, dolgoznánk, szeretnénk. Csak éppen nem magyarul tennénk mindezt. Nem élnénk magyarul. Yeah.
Félre, kis hitűek, akik mostan is még kételkedni tudtok a jövő felett. Akik nem hiszitek, hogy egy erős istenség őrzi gondosan a magyar nemzetet. Él az magyarok istene. Hazánkat átölelve tartja atyai kezed. Mint ő minket annyi ellenséges század ostromolt vak tüvel, ő védelmezett. Az idő, a népek, égtelen viharja, elfújt volna minket, mint egy porszemet. De ő Szent Palástya szárnyát ránk takarta, stombolt a vihar, de csak a fejünk felett. Nézzetek belé a történet könyvébe. Mindenütt meglátni vezérnyomdokát, mint a folyóvízen által a napképe áthúzódik rajta aranyhídjanak. Így keresztül éltünk hosszú ezer éve. Ezer évig azért tartott volna meg, hogy most időn már elértük a révet, az utolsó habok eltemessenek. Ne gondoljuk ezt. Ne kármoljuk őtet, mert káromlás róla ilyet tenni fel. Nem hogy egy Isten, de még egy ember sem bűzhet így gúnyos játékot gyermekeivel. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, s büntetését már átszenvedte ő. De erénye is volt, s jutalmat érte még nem nyert. Jutalma lesz majd a jövő. Élni fogsz hazán, mert élned kell. Dicsőség és boldogság lészen a te életed, véget ér már a hétköznapi veszültség. Várd örömmel a szép, derült ünnepet. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállalod magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmat s örömet, nincs rád szükség a világon, és azért a szent fát félretett.
és addig, addig nincs meggyógyulás, addig folyvást küzdködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szerint látcsókkal zárja le, s virágkötéllel sejempárnán bocsájtja a föld mélyben. Évtizedben tanácstalanul álltunk a jelszavak között, melyeket minden irányból felé kiabáltak, és nem tudtuk, hogy mit kezdjünk velük, mert nem éreztük mögöttük az abszolút igazság parancsfedezetét. Aztán láttuk, hogy a jelszavak súlya alatt összeroskadt az ország. És láttuk, hogy az összeroskadt ország alatt mindent szenved és pusztul a nép. A mi népünk, melynek véréből való vér és testéből való test voltunk mi magunk is. Gondolkodni kezdett bennünk a sajgó fájdalom, és rádöbbentünk, hogy mindez azért van, mert politikai szólamokra akarták fölépíteni az életet. Márpedig a szólamokra épített élet olyan, mint a homokra épült vár. Elfújja a szél, és ledönti az időt. Nehéz esztendők önmarcangolásaink keresztül ráeszméltünk arra, hogy mindaz, ami a szemünk előtt zajlik, nem egyéb, mint az ember csődje Krisztus tanításával szemben. Összeállottunk néhányan magyarok, és azt mondtuk, Krisztus az alap, melyen megállhatunk, és a szeretet a lánc, mely összeköt minden emberrel a Földön, és nincsen más alap, és nincsen más kötelék. És elhatároztuk, hogy erre az alapra építjük fel népünk jövendőjének templomát, és ezzel a láthatatlan lánccal fogjuk össze egyetlen családdá a magyart. Mert ez a mi hivatásunk és feladatunk itt a Földön. Íme, magyarok, letesszük az első téglát. Az első téglát épülő templomunkhoz, és azt mondjuk, társadalmi és politikai szólamok, divatok és konstellációk jönnek és mennek, mint a léhaszél, mely bejvát kavar, de az alap áll. Krisztus és a nép. És ha minden jó szándék tégláját erre az alapra lerakjuk, bizony fal lesz abból, és a falból templom, erősség, mely mellett elsuhan a szél, és elperegnek az idő homok szemei. Jó és rossz időké egyaránt. Egy ágyon, egy kenyéren, szemünkbe hulló fényben, két ovázó sötétben, szerelemtől mesélve, egy földön, egy hazában, égve egy forma lázban, hidegben, nyári lángban, egy forma szó a számban. Torkot fájnító perben, tanúként egymás ellen, homlokot melegében, homlokot melegében.
Feltöltések kellenek nekünk, szervezetünknek, lelkünknek, hiszen nekem személyesen vágyásom van ezekre. Úgy általában, ha azt mondjuk, hogy kultúra napja van, akkor egyből Kölcsényre gondolunk, de azt hiszem, hogy maga ez az előadás is sokkal tágabb teret adott a kultúrának, és idézte fel nagyjainkat. Mondhatnánk, mi elgondoltad Kölcsényről, nem tudom, tetszene-e tudni, hogy Szervantal hogyan nevezte Kölcseit, a sohasem szerelmes költő. Ugyanis Kölcseinek volt egy igen korai szerelme, ami nem teljesült be, és az egész életét végig kísérte, és így nem is lehetett a műveit, írásait, verseit összehasonlítani az indulatos Petőfivel, vagy a szerelmes és szenvedélyes Vörös Martival, azt hiszem, és amúgy is egy kabuktojás volt, hiszen ő lenézte azokat a kortársakat, művészeket, vagy egyáltalán magyarulakat, akik dőzsöltek, ittak, nőztek, vagy pont helye újra dinodálmokat csináltak. Egy viszonylag zárkózott ember volt, és kortársai, emlékeim szerint Veselényi mondta, amikor meghalt Kölcsey, hogy nem közénk való volt. Tehát valamilyen szinten ugye, kilógott abból az időből, abból a korból. De azt gondolom, hogy a himnusz, a Zrínyi versek és nagyon sok más, az összes műve nagyját tette, és soha nem lehetett megkérdőjelezni a nemzethez való hűségét, elkötelezettségét. Tehát azért a Kölcseyről elég, ha ennyit tudunk és ismerjük műveit, minden más az a jelenkornak a jellegzetesség és az ő személyisége volt. És ha ezen egy picit túlépünk és kitágítjuk a kultúrát, mint fogalmat, akkor ugye fokozhatnánk tovább a tánc kultúráját. Kérem önöket, ha tehetik, tegyék magukévá. Én ebben gyenge vagyok. De ugye a kortárs zenét is nagyon szívesen hallgatom, és ahogy telik fölöttem is az idő, egyre jobban én is visszanyúlok a múlt zenéjéhez, vagy azokhoz, amelyeket korábban meg sem hallgattam. És távolodom azoktól, amelyek a divatosak. Nem akarok most senkinek reklámot csinálni. Nagyon nagy élvezettel néztem a Felszállt a pávát, ahol fiatalok hozták őseik, nagyanyáik, nagyapáik által művelt táncokat, nótákat, zenéket. És azt gondolom, hogy a múlt, egyben a jövő is, én magam is, meg szerintem ezek a produkciók üzenik a jelennek és a jövőnek, hogy csak ez az egy lehetőség van. Vissza a jövőbe, vagy nem is tudom, hogy mondjam egy filmcímet idézve. Én nagyon jól éreztem magam, és remélem önök is, ti is, fiatalok,
És én azt kérem, hogy a jelenben és a jövőben is, akár otthon, akár a városi rendezvényeken, akár bárhol a megyében, vagy az országban nagyon nagyszerű fesztiválok vannak, rendezvények vannak, tessenek elmenni, vegyenek rajta, vegyetek rajta részt, akár itt helyben is, ebben az évben is lesznek városi rendezvények. És a négy fal között is, amikor esténként van egy kis idő, és az internet előtt vagy a televízió előtt ülnek, akkor inkább keressük azokat a műsorokat, amelyek értéket közvetítenek, amelyek arról szólnak, hogy meg kell őrizni azt, ami a régi időből ránk maradt, és jó, és nagyszerű, és értéket közvetít. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, és megköszönöm az előadást még egyszer, remélem sokat találkozunk még, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!